A görög pénzügyminiszter 90 éves édesapjával együtt érkezett egy aténi szavazóhelyiségbe vasárnap, hogy leadja voksát a nemzetközi hitelezők javaslatairól tartott népszavazáson. Yiannis Varoufakis a referendumot a demokrácia megnyilvánulásának tartja az eurócsoport terrorjával szemben. Már 5 éve annak, hogy az eurócsoport kudarcai miatt ultimátumokat kaptunk, amelyekbe a görögöknek nem volt beleszólásuk. Ma 5 év bukásai után a görög embereknek van esélyük dönteni az eurócsoport utolsó ultimátumáról, az intézményekről, a partnerekről. Miután elhagyta a szavazóhelyiséget, Varoufakis többen is szidalmazták az utcán. Egy férfi azt mondta neki, hogy családja vagyonos, és amíg a görögök a bankoknál állnak sorba, addig róla és feleségéről bulvárlapokban jelennek meg fotók. Varoufakis azt válaszolta, hogy ha az igenek győznek, lemond.